mezőgazdasági startmunkaprogram Karcagon, ülésezett a Karcagi Nagykunbajtársi Egyesület, kerékpáros barát munkahely, kerékpáros barát település, szétlopják az üres házakat. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. október 4-én 18 óra 5 perckor. Évek óta sikeres a mezőgazdasági start munkaprogram Karcagon, mondta el Molnár Pál, a Városgondnokság vezetője. A kiváló minőségű magyar árut a közétkeztetésben hasznosítják, így mindig friss zöldségből és gyümölcsből készíthetnek ételt a gyermekek számára. A Városgondnokság a Tégláskertben alakított ki egy 1,3 hektáros kertészetet, valamint a Csemete kertben mintegy 2 hektárnyi területen folynak a mezőgazdasági munkálatok. Gyakorlatilag itt, ami Karcagon biztonsággal megtermeszhető, száraz és öntözött körülmények között a zöldségtől kezdve a gyümölcsig mindent előállítunk. Természetesen a gyümölcsből csak néhány fajtát, nevezetesen barackot, kajszibarackot, cseresznyét, valamint szilva fák találhatók, amelyek már termőre is fordultak. Most főleg a zöldség, a őszi betakarítású zöldségféléknek a betakarítása folyik, paprika, paradicsom és a kései paradicsom, káposzta és egyéb ilyen káposztafélék. Felhasználásuk többnyire a közétkeztetésben történik, de elégedettek a piaci visszajelzésekkel is. A szomszédos Berekfürdőben nemrégiben kialakított zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem is igényt tart a terményeikre. Felhasználása főleg a közétkeztetésben történik, de nagyon jók már a piaci visszajelzések is, piaci értékesítésünk is van, keresik a felhasználók, valamint nemrégiben került kialakításra Berekfürdőn egy olyan gyümölcs- és zöldségfeldolgozó üzem, ahol alapanyag hiánnyal küzdenek, és az alapanyagainkat innen el tudjuk adni, visszatérő vásárlóink már ők is. Jelen pillanatban csak Berekfürdővel van, de egyébként többet nem is tudunk itt megtermelni, mert a helyi kereskedők is fölvásárolják, a közétkeztetésbe is nagy mennyiségűt föl tudnak használni, és a maradékot tudjuk Berekfürdő felé értékesíteni. Tehát úgymond szabad árólapunk nincs már. A kertészetekben összesen 24 fő, 100%-ig közfoglalkoztatott munkavállaló dolgozik. A kertészetben 100%-ban közfoglalkoztatottak dolgoznak, ezzel a közfoglalkoztatotti létszámmal oldjuk meg azokat a napi tendőket, munkákat napi, heti, havi és éves szinten, amelyek szükségesek a kertészet fenntartásához. Szerencsére a bérük és járójuk 100%-ban támogatottak, állami forrásból tudjuk finanszírozni, valamint a közvetlen költségek részbeni támogatása is megoldott állami finanszírozásból. Szót ejtett arról is, hogy az ősz beálltával a termények betakarítása, majd a talaj előkészítési és vetési munkálatok következnek. A szokásos ősz és téli munkálatok folynak, természetesen, hogyha a termékek betakarításra kerülnek, azután jön a növény előkészítési vagy vetési munkálatok, hogyha van őszi vetésünk, hagyma általában szokott lenni, amelyet ősszel el kell, talajba kell juttatni, és a talaj előkészítési munkák szántás, valamint a talaj erőpótlási feladatok is ekkor várnak ránk. Ezt részben műtrágyával, részben pedig szerves trágyával próbáljuk megoldani. A dolgozók pedig a téli időszakban is el vannak foglalva, ugyanis a megtermelt olyan termékeket, gondolok itt például paprikára, amelyek utógondozást igényelnek, ezt az utógondozást elkészítik, valamint a jövő évet kezdik el megalapozni, ugyanis korábban pályázati forrásból sikerült kialakítanunk egy melegházat, egy üvegházat, amely fűthető, és itt a palánta nevelést is meg tudjuk már oldani, magvakat előkészítik, ez főként a januári-februári időszak, tehető, és akkor februárban már megkezdődik a ültetés, a magról kelő palántákat pedig a későbbiekben, ahogy beáll a jó idő, kültetjük szabad földre. A Csemete kert is fontos részét képezi a Városgondnokság mezőgazdasági profiljának. Itt történik azoknak a kultúráknak a nevelése, mint például a fák, az örökzöldek, a lombhullatók, amelyeket a közterületekre kiültetnek. Hát a Városgondnokság által üzemeltetett Csemete kertbe történik azoknak a
kultúráknak az előállítása, gondolok itt fára, örökzöldekre, romhullatókra, bokrokra, amelyeket a közterületen föl szoktunk használni. Természetesen mindent nem tudunk elállítani, mert vannak olyan speciális növények, amelyeket nekünk is meg kell vásárolni, de 70-80%-ban itt történik a közterületekre kiültetett fáknak, bokroknak az előállítása. Nem csak Karcagon történik ez egyébként meg, hanem a környező települések közül is nagyon sokan járnak ide, itt vásárolnak, és az önkormányzatok is a közterületeket az itt előállított termékekkel szépítik. A Csemete kertben az idei évtől kezdődően 1 hektáros terület leválasztására kerül sor, ugyanis a közmunkaprogram keretében indult egy telepítési pályázat, amelyet a Városgondnokság el is nyert, amely lehetőséget biztosít arra, hogy további telepítésekre is sor kerülhessen. Ez 2 hektáron van, amelyet ettől az évtől meg fogunk osztani, ugyanis a Csemete kert végében található 1 hektáros területet leválasztottuk. Itt a közmunkaprogram keretében indítottunk egy telepítési pályázatot, nevezetesen kajszibarackot és dió ültetvényt szeretnénk majd ide telepíteni, meg is nyertük ezt a pályázatot, összekezdődik a betelepítés, éppen a tegnapi nap pontosítottuk le a fajoknak a pontos fajtáit, amelyek ősszel elültetésre kerülnek, és bízunk benne, hogy néhány év múlva ezek már termőre fognak fordulni. Molnár Pál, a Városgondnokság igazgatója elmondta, hogy a közmunkaprogram egy igazi sikertörténet, hiszen egy olyan rétegnek biztosít munkát, akik a munkaerőpiacon a program létrejötte előtt kevés sikerrel állták meg a helyüket. A Morgócsárdában tartotta meg őszi ülésszakát a Nagykunbajtársi Egyesület Országos Szövetségének Észak-Magyarországi régiója. Több mint 12 egyesület képviselője volt jelen a 3 megyét átölelő rendezvényen. A részletekről Rab Jánost, a helyi bajtársi egyesület elnökét kérdeztük. Megközelítőleg 50 fő vett részt a programon. Maga a szervezet Jász-Nagykun, Nógrád és Heves megyét fogja közre, aminek a székhelye jelenleg 60-ban van. Mai nap a Bajtárs Egyesületek Országos Szövetségének Észak-Magyarországi régiójának őszi ülésszakára kerül sor itt Karcagon. Ez a szervezet 3 megyét ölel át, Nógrád, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyét. A székhelye jelenleg 60-ban van, korábban Szolnokon volt, és rotációs rendszerrel minden városát körbe fogjuk járni egy-egy ülés alkalmával. Elsőnek Karcag mutatkozik be a régió számára. Jöttek Gyöngyösről, 60-ból, Jobbágyiból, Salgótarjánból, Szolnokról, Egerből, és hadd ne soroljam, tehát több mint 12 egyesület képviselői vannak jelen, és hát a feladatokat beszéljük meg, aktuális egyesületi feladatokat, 12 egyesületnek elnökei, illetve létszámarányosan a vezetőségből annyi tag, amennyi meghívásra került, hiszen a Morgócsárdába kerül az végrehajtásra, ahol a létszám az adott 50 főnél több nem célszerű, nem fér el, tehát ennyi főre terveztük a rendezvényt. Szólt arról is, hogy rotációs rendszer szerint több településre is ellátogatnak majd, így mindenhol betekintést nyerhetnek, ha megjelentek az egyesületben folyó munkába. Eger, Gyöngyös, Jászberény, Szolnok és Salgótarján kerül elsősorban reflektorfénybe, és hát majd a később megtervezett formában mindegyik várossor kerül. Ezen az alkalmon egyesületi feladatok megvitatására, valamint hadseregfejlesztési témák megbeszélésére került sor, némi helytörténeti vonatkozással fűszerezve a programot. Az első előadás jelenleg is zajlik. A régi nevén mondanám, így még tudják talán többen, hogy a megyei hadkieg tart előadást, és a előadás témája a toborzás, ami jelenleg ugye aktuális dolog, hiszen egy hadseregfejlesztés előtt állunk, és egyre több fiatalt kíván a hadsereg bevonni újra ebbe a tevékenységbe, illetve hadseregfejlesztési elképzelésekről lesz szó. Ezt már a Szolnok helyőrség parancsnok helyettese egy ezredes úr fogja bemutatni.
délután pedig helytörténeti előadásra kerül sor. Október 25-ig pályázhatnak a Kerékpáros Barát Munkahely és Kerékpáros Barát Település címre a munkahelyek és a települések. A kerékpározás nagy mértékben hozzájárul a környezetbarát fenntartó közlekedéshez, hatékony eszköze az egészségmegőrzésnek is. A kerékpárt fő közlekedési eszközként használók aránya Magyarországon 22%, ez a holland és dán adat után a harmadik legmagasabb arány Európában. A szaktárca folyamatosan javítja a kerékpározás infrastruktúrális feltételeit a településeken belül és a települések között is. 2010 óta mintegy 1250 km új kerékpáros útvonal fejlesztése történt meg az országban. 2014 és 2020 között összesen 200 milliárd forint értékben valósulnak meg beruházások hazai és uniós támogatásból. A meglévő hálózat bővítésével belátható időn belül 6000 km önálló kerékpáros létesítmény áll majd rendelkezésre Magyarországon. A teljes kerékpározható hálózat hossza 2030-ra megközelíti a 15000 kilométert, ismertette az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Karcag Televízióhoz eljuttatott közleményében. A minisztérium a pályázatok meghirdetésével törekszik arra, hogy a követendő példákat, bevált megoldásokat felkutassa, tapasztalataikat feldolgozza és mintaként átadja, a rendszerszerű fejlesztéseket jutalmazza. A munkahelyek 4 multinacionális, nagyvállalat, kis és közepes vállalkozás, közintézmény, míg a települések 3 megyei jogú város vagy fővárosi kerület, város, nagyközség vagy község kategóriában pályázhatnak. A jelentkezéshez szükséges pályázati adatlap és információs háttéranyag a www.kti.hu/regisztráció oldalon tölthető ki. A pályázatok elbírálása során kiemelt szempont a kerékpáros stratégia megléte, a kerékpáros infrastruktúra és szolgáltatások minősége, karbantartása, a szemléletformálás, a kerékpározás népszerűsítése, promóciója és a kerékpárhasználat terén elért eredmények. Több tucat üres ház van jelenleg Kenderesen. Ezek jó részét már a tolvajok is megbontották. Ferenczi Józsefné Dobó utcai szülői háza is a tolvajok martalékává vált. Hiába ítélték el az elkövetőket, az örökösök nem kaptak kártérítést, s most a hatóság is felszólította őket, hogy 180 nap alatt tegyék rendbe az ingatlant. A szüleimtől örökölt házat már teljesen szétlopták, csak a falak állnak, mutatja televíziónknak az idős asszony. Hát fából volt a kerítés, fából volt. És azt úgy folyamatosan szépen szétszették. Nekem mindig jelzett valaki, mire ideértünk, akkor ára már eltűntek, ugye nem tudtuk őket rajta kapni. De volt, amikor ugye a polgárőr egyik alkalomkor az aztán megcsípte őket, akkor szóltak nekem, és akkor kezdődött, hogy a tárgyalások, a minden egy idő után bíróság, volt, mikor meg se jelentek, aztán megjelentek, de hát nem semmit nem tettek, semmit nem csináltak. A házból, a falat, hát és... mindent, ami éghető szinte, mindent, amit fel lehet tüzelni, meg hát amit be lehet valahova építeni nekik. Tehát minden. Építőanyagot is? Persze, hát a cserepet is megtalálta a rendőr az egyik háznál, úgyhogy az meglett éppen, de hát azon kívül aztán minden oda van. A szomszédok is elítélik a vandárombolást. Jó állapotban voltak ezek a házak, csak szana szétrombolják. Tehát az, hogy erre nagyon oda kéne figyelnünk, hogy azért ne romboljuk szét a jó házat. Ez elítélendő ön szerint, hogy itt botnak? Igen. Hát napot! Én csak azt tudom mondani, hogy hát itt van ez a jó ház is. Ez olyan állapotban volt ez a ház, hogy szinte öröm volt ránézni. És hogy kiklopkodják eztet, fogalmam sincsen. Mint megtudtuk, az elhanyagolt kenderesi és bánhalmi ingatlanokat az önkormányzat jelzésére az építésügyi hatóság a helyszínen megszemlézi, s a látottak alapján hozza meg határozatát. De vajon miként lehet a városnak felajánlani egy adott házat, kérdeztük Fodor Imrét, a polgármesteri hivatal műszaki ügyintézőjét.
Az ingatlannak teher- és közműtartozásmentesnek kell lennie, és minden tulajdonosnak írásban kell a felajánlásról nyilatkoznia. Ha megérkezik az önkormányzathoz egy ilyen levél, akkor azt előterjesztik a testületi ülésre. A képviselők döntenek arról, hogy elfogadják-e a felajánlást, jelenleg is van 2-3 megkeresés, ami döntésre vár. Hivatalos szolgáltatót kell keresni. A határozat meghozatalakor a testület megnézi, mennyire hasznosítható a felajánlott épület, milyen költségei vannak, van-e olyan városi terv, elképzelés, amibe azonnal beleillik, mondta Fodor Imre, a polgármesteri hivatal műszaki ügyintézője. Ha nem fogadja el a város a felajánlást, akkor a tulajdonosnak, örökösnek az életveszélyes házat el kell bontania. A törmelék elszállítására hivatalos szolgáltatót kell megkérnie, mert annak elhelyezése Kenderesen nem lehetséges, csak Karcagon és Kétpón, a hulladéklerakóban van ilyen lehetőség. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!